ismerős ez valahonnét? Klaus Schwab és a Világgazdasági Fórum álma valósul most meg. Mit mondanak ők? Hogy jön a paradigmaváltás. Nem lesz semmid, és majd boldog leszel. Ők álmodoznak arról, hogy megszűnik a készpénz, és majd lesz valami rendszer, amiben érdemei alapján kap valamilyen alapjuttatást az ember, amiből tudja bérelni a lakását vagy szobáját, és tud valamit enni. Azon belül pedig a klímaharc nevében minden más majd közösségi lesz, amin osztozni kell majd. Na már most ez a fenemód törtető mesterséges intelligencia kiváló eszköz lesz a tömegek totális kontrollálására, a digitális pénz bevezetése pedig majd szépen felállítja a határokat az emberek számára. És ezzel már is megvalósul az az utópia, amit az öreg fiú megálmodott. Eredetileg 2026-tól akarták fejleszteni, és 2032 körül bevezetni ezt a digitális pénzt. De most előre hozzák, tehát egyes országokban már 2024-től tesztelni kezdik, és 2026-tól akarják bevezetni, 2028-ra pedig azt jósolják, hogy a 130 országban a CBDC-re való teljes átállás megtörténik. És ennek az egésznek most rakják le az alapjait. A normálisnak tűnő életünk színfalai mögött már egy nagyon fura jövő kezd kibontakozni.